akkor a kis új kollégák már itt voltak az ő segítségükkel, az egy sérültet kivágtuk feszítővágóval az autóból, addigra a másik három sérültet, ő, itt a mentősök ápolták őket, hátulra ki lehetett szedni. A mentőben utazók mind súlyos sérüléseket szenvedtek. A sofőrt a helyszínen újra kellett életteni, a Debreceni megyei kórház traumatológiáján kezelik. Több csontja és a koponyája is sérült, lélegeztetésre van szüksége. A mentőautóban hátul utazókat Szolnokra vitték. A mentőtiszt állapota stabil, ő az idegsebészetben van. A harmadik mentő alkalmazottat szintén lélegeztetőgép tartja életben. Úgy tűnni a mentőkocsit használ megkülönböztető jelzést, a sofőr tapasztalt és vezetéstechnikai tréningen is részt vett. Azt vizsgálják, hogy miért történt a baleset.